Jó estét kívánok, kedves nézőink! Ismét itt a hétfő este, ismét itt az Aréna, a Szombathelyi Televízió heti rendszerességgel jelentkező sportmagazinja, melynek mai adásában a következő sportágakkal foglalkozunk. Majd labdarúgással kezdünk, aztán kosárlabdával folytatjuk, majd pedig triatlon következik, aztán pedig úszás, amiben majd lesz egy kis bowling is, végül pedig kerékpárra szolgálhatunk majd. Ilyenkor szoktam volt azt mondani, hogy az ajándék pedig a következő sportágból lesz majd, de most megmondom őszintén önöknek, hogy elárulok egy kulisszatitkot, a mai műsorunk az felvételről látható, és éppen ezért SMS számot nem is adunk önöknek, mivel hogy nem tudnánk fogadni a hívásaikat, így aztán az ajándék majd a következő hétre megy át, de ígérem önöknek, hogy megduplázzuk, tehát akkor a jövő héten két ajándékot sorsolunk majd ki, azok között, akik megtisztelnek majd bennünket az üzenetükkel, SMS-ükkel. És akkor, ahogy ígértem, kezdjük labdarúgással, mégpedig azért, mert 15. alkalommal rendezték meg a királykupát, mi sem természetesebb, mint hogy a haladás az indulók között volt. A felkészülés közepén lépett pályára a jubileumi 15. királykupán a haladás labdarúgó csapata. A szombathelyiek az első meccsükön hiába dolgoztak ki sok helyzetet, így is kikaptak 1-0-ra a Kaposvár együttesétől. A Paks elleni bronzmeccs viszont már sokkal gyengébbre sikerült, sima 2-0-ás vereség lett a vége, így a vasi zöldfehérek az utolsó, azaz negyedik helyen végeztek. Fáradtan játszott a csapatunk, két csapatunk játszott 260 percet, nyilván ez benne volt, hogy most az a fizikális felkészülésen van a hangsúly, hogy egy edzőtábor után jöttünk haza, akkor mindig fáradtabb a csapat. Ilyenkor tényleg nem az eredmény a lényeg, hanem az, hogy szerintem minden játékost lehet játszatni. Én úgy láttam tényleg, hogy mindenki játék lehetőséget is kapott. Más kérdés az, hogy tudtak ezzel élni, vagy sem. Nyilván azt mondom, hogy itt figyelembe kell venni a játékosok állapotát, fizikai állapotát. De valóban mindenki játszott 60 percet, ez a legfontosabb. Van, aki még többet is, ugye, mert van azért egy-két sérültünk, Jagodics már egy picit megsérült, meg egy-két még, aki hiányzott a mai napon. Vannak már érkezők, akikre tudnak a szurkolók, de ilyenkor ők arra kíváncsiak leginkább, hogy vannak-e még kiszemeltek. Elvégre ugye az átigazolási szezon, ha jól tudom, akkor az augusztus 31-ig tart. Így van, pontosan augusztus 31-ig tart. Két játékossal még tárgyalunk, én azt gondolom jövő héten pont kerülhet mind a kettőnek a végére. A haladás csapatában a királykupán minden új igazolás szerepet kapott. Priskin, Habovda és Ling csak a Paks ellen szerepelt, Tamás viszont mindkét derbin pályára lépett. A legnagyobb várakozás a sokszoros válogatott Priskin Tamás játékát előzte meg, de a támadó nem tudta góllal megörvendeztetni a vasi szurkolókat. Jól érzem magam a csapatnál, folyik a munka, bízom benne, hogy a bajnokság kezdetére összeáll a csapat és jó eredményeket fogunk elérni együtt. Mi volt a döntés oka, hogy a haladásnál folytattad? Ha jól tudom, akkor Magyarország eddig csak zöld-fehér csapatban játszott, Győr, Ferencváros, ez is szerepet játszott a döntésedben? Nem, ez nem játszott szerepet. Nyilván ismertem a játékosoknak az ömét, ugye a szakmai stábot, ami fontos ér volt számomra. Másik nagyon fontos az az, hogy nyilván többet szeretnék játszani, szeretném segíteni a Szombathely csapatát, és mint ahogy említettem a korábbiakban, bízom benne, hogy sikeresek leszünk együtt. Milyen egyéni céljaid vannak még, ugye hát azért gondolom a válogatottságról nem mondasz le, haladásból lényegben be lehet kerülni, jó példa erre például akár Király Gábor is. Milyen célokkal fogalmaztál meg akkor, amikor eljöttél Szombathelyre? Nyilván az első és legfontosabb számomra az, hogy játszani tudjak, és hogyha játszom, akkor jó teljesítménnyel tudjam segíteni a csapatot. Számomra az a legfontosabb, hogy együtt sikeresek legyünk. Én úgy érzem, hogyha a csapat sikeres lesz, akkor én is, mint ahogy mindenki. Ez a legfőbb cél, úgyhogy ezen az úton megyek tovább. Végezetül pedig túl vagyunk a királykupán. Az tény, hogy rengeteget futottál, nagyon sokat mozogtál, de viszont nem mindig talált meg. Gondolom még be kell illeszkedni a csapat szerkezetébe. Hát igen, ez látszott ma a csapaton a mai napon mind a két mérkőzésen, hogy azért a felkészülésben vagyunk, még mindenki azért fáradt, folyik a munka. Nyilván próbál mindenki a csapatból, sajnos ma nem ültek a dolgok. Nyilván fontos volt ez a két mérkőzés, mert nagyon jó szolgálja a felkészülésünket, le tudjuk vonni a következtetéseket, miben kell fejlődnünk, mi az, ami úgymond jól megy. Még azért van bártolog, amiben össze kell állnunk, de ahogy említettem, nagyon bízom benne, hogy az első mérkőzésre tényleg top formába kerül mindenki, és olyan teljesítményt tudunk nyújtani, amivel meg tudjuk nyerni az első fél mérkőzés, mert az nagyon fontos a csapatnak, hogy a kezdés jó legyen. A 15. királykupát némi meglepetésre a Kaposvár nyerte a szlovén második ligás Pohronia előtt. A bronzérmet a haladás elleni győzelmének köszönhetően a Paks szerezte meg.
Kedves nézőink, mint ahogy hallhatták, Priskén Tamás rengeteget futott, hogy ezen a mérkőzésen a Paks ellen, de gólt nem sikerült neki szereznie. Az biztos, hogy a következő vendégünk az elmúlt időszakban, elmúlt napokban nem futott nagyon sokat, már csak azért sem, mert nem tud. A vendégünk pedig nem más, mint Váradi Benedek, a Falkó Vulcano Energia KC csapatkapitánya. Szia, jó estét kívánok! Jó estét, sziasztok! Legyen akkor az első kérdés ezzel kapcsolatos, hogy szolgál az egészséget. Hogy vagy? Azt látom, hogy a mankók oda vannak támasztva. Hogy vagy? Köszönöm szépen, most már javulgatok, ugye most 3,5 hetes a sérülésem. Voltam már kontrollvizsgálaton, szépen elkezdett épülni a csont, nincsen semmi következmény egyelőre. Annyi, hogy most ugye mankóval sétáltok, 10-15 kilóval kell terhelnem, vagy lehet terhelnem a lábamat. A gördítést csinálhatom, úgyhogy most még 20-áig biztos, hogy ez lesz a feladatom. Nyilván erősíteni tudok és kell is, hiszen nagyon könnyen le tud sorvadni az izom, hogyha sokáig nem csinálok semmit. Úgyhogy erősíteni járok be, most elmegyek majd egy hétre nyaralni menyasszonyommal, és utána kezdem tényleg a felkészülést én már a szezonra. Ugye nekem most volt a úgymond pihenés, nekem most mindenképpen az lesz az elsődleges, hogy a következő szezonra összerakjam magamat. Nem tudom, mennyire volt pihenés, hogy a kronológiát betartsuk a válogatottnál töltött időszak. Láttuk ugye a sportcsatornában, hogy a mérkőzéseken ott voltál. A siker megvolt, elvégre csapat tovább jutott a világbajnoki csoportból. Így van, ugye amire készültünk, az sikerült, tényleg elértük a célunkat, de vannak további céljaink a következő körben. A válogatottnál én azt gondolom, hogy nyilván pihentem, tehát a lábamra odafigyeltek, ott is gyógytornáztattam, illetve tudtam vele olyan feladatokat csinálni, amiket kellett éppen akkor. Illetve ugye hát annyi, hogy tényleg a válogatott csapattársaimnak és vezetőségnek is rengeteget köszönhetek, hiszen nyilván egy mankóval nem nagyon tudom kiszolgálni magamat, kell a segítség, de tényleg mindenbe segítettek és mindenbe támogattak, hogyha úgy volt, és tényleg nagyon jó volt ott lenni, hiszen nyilván ezzel is a csapat kohéziója épül, és én is szeretek ott lenni ilyen helyzetekben is, hogyha sérült vagyok. Nyilván ott ugyanazt tudtam csinálni, mint itthon, feküdtem, pihentem, az edzéseken néztem, hogy miket csinálnak éppen a srácok, vagy mik a feladatok, hogy nyilván a következő körben majd én is tudjam már, hogy miben akarunk előrelépni. Következő körről is beszélünk, majd egy picit maradjunk ennél a két mérkőzésnél, sőt is igazából az egyiknél, a másodiknál. Ugye az első meccs az úgy gyakorlat volt, fogalmazunk, annak kellett lennie, tovább kellett jutni. Viszont a második mérkőzésen ugye világsztárok, világklasszisok voltak itt, NBA játékosok érkeztek a vendégegyüttestől. Milyen volt test közelből a két magas emberük? Mert a televízió képernyőjén keresztül egy dolgot le lehetett szűrni, hogy valami brutálisan erősek fizikálisan. Igen, ugye még azért itt ez a koszovói meccsre én visszatérnék, hiszen nagyon nehéz mérkőzés volt az is, és nagyon fel kellett készülnünk az ő játékukra is, de tényleg nagyon jól megoldották a srácok, és végül egy simának tűnő győzelmet arattak, illetve arattunk, és azzal biztossá vált a továbbjutásunk. De tényleg a litván válogatott egy szinttel, vagy több szinttel feljebb volt nálunk, tehát tényleg világsztárokkal nagyon jó volt test közelből látni ilyen embereket és ilyen játékosokat. Tényleg minden mozdulatok, mint hogyha meg lett volna rajzolva, mindig ugyanoda lyukadtak ki, mindig ugyanazt csinálták, és szinte játszik könnyedséggel jutottak, vagy csinálták meg azokat a dolgokat, ami így nekünk nem annyira természetes mozgás. Látszik, hogy ők tényleg ezt gyakorolják, majd, hogy nem minden edzésen kiskoruk óta, és nyilván nekünk is tudjuk, hogy van esélyünk ilyen szintre eljutni, és hogy tudunk olyan szintre fejlődni, hogy ezt elérjük. Úgyhogy nagyon jó volt, és én azt gondolom, hogy nagyon sokat tanulhattunk. Én azt hiszem, hogy ezt a gondolatmenetet folytatva tényleg nagyon jó dolog az, hogy ilyen játékosokkal lényegében partnerbe tudunk lenni. Tehát ugye volt az Európa-bajnokság, ott azért jó pár NBA-s játékos volt, és hát én emlékszem Pell Zozónak a blokkjára, és lesapkázza a világ egyik legjobb játékosát, legjobb európai játékosát, mert ezért hozzáteszünk. Bár én azt mondom, hogy most én úgy tapasztalom, hogy az európaiak egyre komolyabb szerepet játszanak a tengeren túlon is. Gondolok mondjuk arra, hogy Doncic 1/2 volt, vagy 1/3 a drafton, tehát ott volt az első sorban. Így van, természetesen most már az európaiak is épülnek be az NBA-be szépen.
Nyilván megvannak a csapatok, ahova főként, de van olyan csapat, ahol csak egy-kettő van olyan csapat, ahol akár 5-6 Európa is. Úgyhogy én azt gondolom, hogy már az NBA-ben is elismerik az európai kosárlabdát, és próbálják vinni oda játékosokat az Euroligából. De tényleg, tehát szenzációs élmény volt testközelből látni, sajnos játszani ugye nem tudtam, de látni is ilyen játékosokat. Azt még nem tudjuk, hogy az Egyesült Államok milyen csapattal szerepel majd a világbajnokságon. Azt szerintem borítékolni lehet, hogy bejutnak, de mi a további forgatókönyv nekünk? Ugye most mi tehát tovább visszük az eredményeinket, hárman mentünk tovább, ugye a litvánok, a lengyelek és mi, és a horvátok, a hollandok és a... Olaszok, így van, az olaszok jönnek még a mi csoportunkba. Itt mindenki hozta magával az eredményeket, a litvánok egy kicsit kiemelkednek. Nekik van 6 győzelmük, azt hiszem, ha jól tudom, és mindenki másnak 3 győzelme, tehát azért kiegyensúlyozott. Ugye ez, hogy szezon közben lesznek a mérkőzések, ez nekünk valahol jó, valahol rossz. Nyilván nekünk ugye ezt a csapatkohéziót, amiben erősek vagyunk, ezt úgy tudjuk általában összehozni, hogyha egy-másfél hónapokat együtt vagyunk, ezt így a szezon közben azért elég nehezen tudjuk. De tényleg abban viszont jó, hogy ugye a többi csapatban az Euroliga játékosok, illetve az NBA játékosok nem biztos, hogy sőt valószínű, hogy nem fognak tudni szerepelni. Úgyhogy tényleg céljaink megvannak, szeretnénk kijutni a VB-re, és meglátjuk, hogy miként fog ez sikerülni. Azt láttam, hogy az utóbbi időben tényleg nagyon sokat változott a csapat, talán Stojan Ivkovicsnak köszönhetően is. Biztos, hogy játékban is fejlődtetek, de én amit különösen örvendetesnek tartok, az a mentalitás, a hozzáállás, mert azt hallva tőled, hogy mi tovább szeretnénk jutni, ugye 2 megy tovább ebből a 6 csapatból, ahol ott van egy horvát, egy olasz, meg egy litván csapat, és ezt látom rajtad, hogy komolyan is gondolod, ez mindenképpen pozitív. Természetesen, hát milyen sportemberek lennénk, hogyha nem akarnánk tovább jutni, és nem akarnánk megnyerni minden mérkőzést, még akkor is, hogyha az ellenfélben milyen játékosok vannak. És én azt gondolom, az EB-n is bizonyította a csapat, hogy egy szerv válogatottal, vagy egy spanyol válogatottal, hogy tudod játszani, illetve akár egy cseh válogatottat ugye meg tudott verni, ahol ugyanúgy volt NBA játékos. Tehát mindenféleképpen nekünk ez az erősségünk, mentálisan kell erősnek lennünk, tudja mindenki, hogy hol van a szerepe a csapatban, és mindenki alárendel mindent. Akkor térjünk egy picit át a bajnokságra. Ugye a bajnokság végén a 3. mérkőzésen történt ez a fáradásos talpcsonttörés, hogy pontosan? Lábközépcsonttörés. Lábközépcsonttörés, így van. De ott a láb környékén van ez is. A sportban nincsen ha. De hogyha játszottál volna valószínűleg, és mondjuk még Govens is egészséges lett volna, azért bizonyára jóval nagyobb esély lett volna a Szolnok ellen, mondjuk az 5. mérkőzés kiharcolására. Igen, azt gondolom, hogy az 5. mérkőzés meg lehetett volna, még akár így is, hogy tényleg így megtizedelve voltak a srácok, óriásit küzdöttek, de már rá 2 napra tényleg ezt a 2. helyet is úgy fogtuk fel, hogy megnyertük ezt a 2. helyet, tehát nem az, hogy elbuktuk az elsőt, mert tényleg egy nagyon erős csapattal játszottunk, egy nagyon erős csapattal találkoztunk, akinek én azt gondolom, hogy méltó ellenfelei voltunk. Sajnos ugye nekem ez a lábammal történt, ez nyilván benne van a sportban, ezzel nem lehet számolni. Nagyon rossz volt a 4. meccsen ott a kispadon ülni és végignézni a meccset, és hogy nem tudtam segíteni a társaknak. Illetve hát ez az utolsó másodperces 3-as nyilván ez is benne van a mérkőzés, benne van a meccsekben, tehát ezzel nem tudunk mit csinálni. Tényleg, ahogy mondtam, mindenki utána beszélgettünk, tényleg mindenki büszke volt a másikra. Én azt gondolom, hogy tiszta szívvel mindenki elszámolhat magával, és tudja, hogy mindent megtett azért, hogy minél jobb eredményt érjünk el. Ha a bajnokság elején mondjuk valaki azt mondja, hogy 2 ezüstérem lesz a tarsolyban, a végén elfogadod? Elfogadtam volna, biztos vagyok benne. Nyilván szeretnénk mindig megnyerni, ezt ugye mondtam a döntő előtt is, és a döntő közben is. Sajnos ez most így sikerült. Megpróbáltunk egy sokkal erősebb csapat ellen nagyon jól játszani. Én azt gondolom, hogy nagyon jól is játszottunk az egész szezon során, és ez, hogy 2 érmet szereztünk, mind a 2 ezüstérem, én azt gondolom, hogy erre büszkék lehetünk. Mind a 2 ugye Szolnok ellen. Hát
veszítettük el, akárhogy is nézzük, mert lényegében mind a két döntőben a tiszapartiak voltak az ellenfelek. Mi volt véleményed szerint az, ami mellettük döntött? Mert a múlt héten beszélgettünk Gráczer György ügyvezetővel is, igazat kell, hogy adjak neki. Neki ők sem dolgoztak sokkal nagyobb rotációval. Tehát nekik is egy olyan 8-as, 9-es rotációjuk van. Igen, csak ugye közben jött nekünk az, hogy ugye sérülések, illetve, de nem akarunk erre ráfogni mindent, tehát ez nem is lenne helyén való. A Szolnok egy rendkívül jól összerakott csapat volt, nagyon jó játékosokkal. Én azt gondolom, hogy védekezésben is, támadásban is megvoltak azok az emberek, akik tudták tolni a csapat szekerét, hogyha hullámvölgybe kerültek. Én nem mondom, hogy nálunk ez nem volt meg, csak talán nálunk egy szinttel ez lejjebb volt, de nyilván kiemelkedő volt nálunk is a bajnokság többi csapatát nézve. Talán a Szolnok tényleg, vagy hát nem talán, megérdemelten nyerte meg a bajnokságot, és ugye azt se felejthetjük el, hogy a Szolnok ugye nagyon sok mérkőzés, a playoffban kevesebb mérkőzést játszott, mint mi, ugye mi a Fehérvárral 5 mérkőzésre kényszerültünk, ők pedig 3 mérkőzés alatt verték meg a körmendet, úgyhogy... Nem tudom, hogy olyan vélekedsz csapatkapitányként a csapat összetételéről, de én úgy gondolom, hogy ilyen erős mezőnysor a Falkónak, mint ami most volt, tehát Norfleet, Govens, Perl, Váradi, a büdös életben nem volt meg. Hát ugye ez majd, hogy nem azt mondom, ki számít, vagy hát most nem lehet mivel összehasonlítani, mert... A bajnokcsapat, nyilván... szerintem amikor bajnokságot nyertünk, akkor sem volt ennyire erős a mezőnysor. Hát, erős volt akkor volt, is? Volt szerintem ennyire erős. Nyilván mindenki tudta, hogy milyen szerepben játszik, mi a feladata, miben tud segíteni a csapatnak, és ebben szerintem kiosztuk a maximumot. Ugye a Szolnoknak viszont, ami tényleg rendkívül jó fegyvere volt, hogy 3-as, 4-es poszton olyan játékosokat forgathatott, akik inkább 4-esek, de 3-as poszton tényleg ugyanúgy tudnak játszani. És nekem még az a véleményem, ott van az 5-ös poszt is, tehát két olyan center tudtak forgatni, akik az én véleményem szerint akár Andrics, akár Tóth Ádám, bármelyik másik csapatban kezdő lenne. Én nagyon örülnék annak, hogyha nálunk mondjuk egy Tóth Ádám lenne az első számú center. Így van, ez biztos, nagyon jó centereik voltak, nagyon jó játékosaik voltak, ahogy az előbb is mondtam, jó légiósaik, jó magyarjaik, úgyhogy tényleg nagyon jól össze volt rakva ez a szolnoki csapat. Mi is tényleg nagyon jól össze voltunk rakva, de mi főként csapatként tudtuk felvenni a harcot a Szolnokkal, és ezt be is bizonyítottuk a szezon némely szakaszában. Én azt hiszem, hogy abban egyetérthetünk, hogy a legjobb csapat, tehát a legjobb játékos állománya rendelkező csapat nyerte meg a bajnokságot. Arról hogyan vélekedsz, hogy a bajnokság színvonala emelkedette, csökkent, stagnált, mert abban szerintem megint csak egyetérthetünk, hogy izgalmát tekintve azért egy nagyon jó bajnokság volt. Igen, de én azt gondolom, hogy a bajnokság színvonala emelkedett, tehát az utóbbi éveket nézve a tendencia megindult felfele, és ez nagyon jó nekünk is, játékosoknak, és én azt gondolom, hogy nagyon jó Magyarországnak is, hiszen főleg az EB után nyilván elkezdték követni a magyar bajnokságot, külföldről is, illetve nyilván most már úgy néznek ránk, hogy tényleg ez a magyar válogatott ott van a Európa legjobb 16 csapata között, és akkor nézzük meg a bajnokságukat, és tényleg olyan játékosok is érkeznek hozzánk, akik talán eddig nem jöttek, és ez, hogy ilyen légiósok jönnek akár Magyarországra, ez is én azt gondolom, hogy segít abban, hogy mi fejlődjünk. Én azt hiszem, hogy a fejlődés szempontjából talán még az is használna, hogyha mondjuk az egy időben pályán lévő légiósok számát esetleg korlátoznák. Bár ez a Falkonak ugye eddig sem okozott gondot, mert a kezdőcsapatban is rendre két magyar volt legalább, sőt, volt rá precedens, hogy 3. De azért te véleményed szerint ez azért a magyar kosárlabdázás érdekeit, a fiatalok fejlődését. Tudom, hogy nem a te feladatod ezt megítélni, de mint magyar játékos és egy meghatározó magyar játékos, azért véleményed egyértelmű, hogy lehet ebben a kérdésben. Persze, hogy lehet, de igazából tényleg, ahogy te is mondtad, ez nem az én dolgom, ennél ezt az ügyvezetők, illetve a szövetségben dolgozó embereknek úgymond kell eldönteni, és fogják is eldönteni. Én azt gondolom, hogy ők is szem előtt tartják rettenetesen azt, hogy a fiatal magyar kosárlabdázók hogyan tudnak a legtöbbet fejlődni. És én azért már elmondhatom azt, hogy 6. évemet töltöttem el,
NB1-ában, és tényleg légióstól is nagyon sokat lehet tanulni, akár a pályán, akár az edzésen, akárhol. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez, ami most van, tud segíteni nekünk, csak ezt meg kell tanulnunk jól használni, illetve jól kihasználni, és tényleg azokat a dolgokat észrevenni, amiből mi tudunk tanulni. Egyébként, hogyha jól belegondolunk, tehát a három legjobb csapat, hogy vesszük, a Szolnok, a Falkó és még az Albafehérvár, rendelkezik a legjobb magyar játékosok 90%-ával, tehát mindegyik csapat pályára tud egyszerre, akár két magyart is küldeni. Pontosan, és ugye erre is szokták, vagy mondták szezon közben, hogy ezt a bajnokságot, illetve a tavalyi bajnokságot az fogja eldönteni, hogy valakinek milyen magyar játékosai vannak. Nem is azt mondom, hogy nem is biztos, hogy mennyiségre, hogy hány magyar játékos, hanem inkább minőségre, hogy milyennek azok a magyar játékosok, hiszen öt légióssal, öt emberrel nem lehet lejátszani egy egész bajnokságot. Kellenek a magyar játékosok, és én azt gondolom, hogy vannak is magyar játékosok, nagyon jó magyar játékosok is, de tényleg tudnunk kell, hogy hogyan tudunk fejlődni tovább. Számomra, ami nagyon-nagyon furcsa, és aki kicsit kapirgáljunk a szomszéd kertjében, az, amit a Körmenttől látunk. Tehát az, hogy lényegében öt légiós plusz Ferenc általában, aki játszik, ugye hozzá kell tenni, hogy Csorvási nagyon sokáig sérült volt, de ez hihetetlen, hogy nekik ennyire megfordult a tendencia, mint ami régen volt. Igen, de én erre se szeretnék semmi rosszat mondani, hiszen tényleg mindenki, én azt gondolom, hogy a legjobbat akarja nyilván a klubnak, a városnak, tehát ez mindenkinek a saját döntése, hogy éppen hogyan épít fel egy klubot. Ez már tényleg nem az én hatásköröm, tehát nálunk is megvannak azok az emberek, akiknek fel kell építeni egy klubot, fel kell építeni egy csapatot, és biztos, hogy Körmenden is megvan, és mindenki a maximálisat akarja kihozni. Egyébként szerintem azért egy jó magyar válogatottnak égetően nagy szükség lenne jó körmendi magyar játékosokra, amit mostanában azért tényleg egyedül Ferenc képvisel, viszont akkor már felvezettük a legutolsó kérdést, ami talán a legnehezebb kérdés lesz. Mi lesz veled, és most nem egészségügyileg gondolom? Köszönöm a kérdést. Egyelőre nem tudok semmit elmondani, a Falkótól kaptam ajánlatot, folynak a tárgyalások tényleg. Én semmit nem tudok egyelőre megerősíteni, semmi. Tényleg én szeretnék maximálisan felkészülni a következő bajnokságra, a következő szezonra, mentálisan legelőször is kicsit magam mögött hagyni a tavalyi szezont, és abból levonni a tanulságokat, magamat felépíteni. Most ez az egy hét, ez a nyaralás, ez nagyon jó lesz erre. És utána tényleg én azt gondolom, hogy már úgy fogok tudni döntést hozni, akár, hogy az maximálisan jó lesz nekem. Mire várható a döntésed? Én azt gondolom, hogy pár héten belül ez meg fog születni, az is lehet, hogy egy hét múlva, az is lehet, hogy egy héten belül, vagy két hét múlva tényleg, tehát folynak a tárgyalások. Nyilván amint lesz megállapodás, ezt egyből mindenkivel tudatni fogjuk. Ettől függetlenül bízom abba, hogy ősszel majd még beszélgetünk ugyanígy, ön ebben a szereposztásban, veled, mint a Falkó csapatkapitányával. Hát én köszönöm szépen, hogy befáradtál. Jobbulást kívánok, és pihent ki magad. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, mi pedig akkor folytassuk triatlonnal, mégpedig azért, mert 34. alkalommal rendezték meg most a hétvégén a Vasi Vasember triatlon versenyt, ami egyéb iránt országos rövidtávú amatőrbajnokság is volt. Immár 34. alkalommal rendezték meg a Vasi Vasember triatlon versenyt, ami egyben rövidtávú országos bajnokság is volt. A szervezők nagy örömére ezúttal is nevezési csúcs született. 500 főben limitáltuk ugye a létszámot, ezt azért tettük, mert itt a csónakázó tóban három rajtól ez az ideális létszám, ezt egy kicsit át kell gondolnunk, lehet, hogy jövőre mondjuk már 600 vagy akár még több versenyzőt is be tudunk fogadni, illetve hát ugye új depónk van az Uszoda előtt, ami szintén nagyobb befogadó képességű, de nagyjából én úgy számolom, hogy ez a 600 ott is majd tele lesz, de nem baj, mert többen legyünk, az a jó. A teljes igénye nélkül honnan érkeztek versenyzők, mert hogy én a feliratokat láttam a versenyzők hátán szinte az egész országból. Így van, most már tulajdonképpen megdőlt az a nézet, hogy csak Vas megyéből, illetve Szombathely környékéről jönnek. Budapestről rengeteg versenyzőnk van, Debrecenből is jöttek, Nyíregyházáról, Veszprémből, Győrből, Zalai megyéből, tehát sőt van angol versenyzőnk is, mint egy francia úriember is. Végezetül pedig gondolom, ilyenkor a rendezők egész héten imádkoznak, hogy az idő jó legyen. Ez az időjárás nekem egy picit szeresnek tűnik, milyennek ítélhető? Így van, azt már tudtuk napokkal ezelőtt, hogy esőnk nem lesz, tehát arra azért fel tudtunk készülni, hogy
illetve fel tudtunk készülni arra, hogy arra nem kell elkészülni, viszont a szél az tényleg erős egy picit. Ez inkább a bicikliseket fogja zavarni, ugye, hogyha a Pornóapátinál ráfordulnak az északi, vagy északfele vezető útra, hiszen északi szél van, de hát ezért vasivas ember, hogy ezt is teljesíteni kell. A viadalt a kezdetek óta támogatja Szombathely város önkormányzata, így volt ez idén is. Ebből adódóan az első rajtot Illés Károly alpolgármester indította, aki városmarketing szempontjából is rendkívül fontosnak tartja a nagy hagyományokra visszatekintő sporteseményt. Én úgy gondolom, hogy Szombathely életében mindenképp jelentős az, hogy 34. alkalommal kerül megrendezésre a vasivas ember, nagyon nagy hagyománnyal bír, és hát a résztvevők számából pedig egyértelműen látjuk azt, hogy óriási érdeklődésre tart számot. Több mint 550 résztvevője van a mai versenynek, és hát ugye kísérőkkel együtt azért jelentős mennyiségű látogató jön ilyenkor a városba, akik aztán a város hírnevét viszik. Úgy gondolom, hogy egy olyan infrastruktúrával rendelkező város, mint Szombathely, ahol tényleg azt mondom, hogy a sporthoz kapcsolódóan nagyon komoly infrastruktúra fejlesztések történtek az elmúlt években is, fontos, hogy ilyen versenyeket továbbra is megszervezzen, és maga résztvevő szám pedig mindenképp indokolja azt, hogy a jövőben is a verseny megrendezésre kerüljön. Szeretném itt megköszönni egyébként a versenyzőknek, a szervezőknek a rendezést is, hisz nagyon profi rendezést láthatunk évről évre. Jó megköszönni a versenyzőknek is, már csak azért is, mert ez egy olyan sportág a triatlon, ami ugye három sportágból áll, és iszonyatosan sokat kell készülni. Én azt hiszem, hogy ez is fontos ebből a szempontból, hogy rengeteg ember mozog, és napi rendszerességgel kell, hogy mozogjon. Így van, hát az egészségmegőrzésnek és a betegségek megelőzésének az egyik legfontosabb eleme ugye maga a sportolás. Az, hogy itt nem csak profik, hanem amatőr sportolók vesznek részt a rendezvényen jelentős számban, én úgy gondolom, ez egy nagyon jó dolog. A versenyen a rendkívül sok résztvevő miatt három rajtot is kellett rendezni. Az indulók között sok ismert sportoló volt, voltak egykori focisták, kosarasok is. A többszörös olimpikon atléta Kálai Csanikó már rendszeres résztvevője a vasivas embernek. Igazából én úszó voltam, úgyhogy az egész, meg egy kicsit változatos, nekem nagyon tetszik, és így mind levezetésként, tehát nem akarom abbahagyni a sportot, így ezt élvezem, és háromféle sportágról van szó, úgyhogy hála Isten a bicikli is egész jól megy, mert a párom segített benne, úgyhogy így ez a kihívás, hogy többféle a táv. Profi sportolóként nagyon fontos volt számodra az eredmény. Ez ebben az esetben itt a vasivas emberben mit jelent? A táv leküzdését, önmagad leküzdését, vagy az ellenfelek legyőzését? Igazából, mivel most már csak ilyen levezető sportoló vagyok, meg inkább a gyerekkel vagyok, hát így az önmagam leküzdését jelenti. Aztán most, hogy helyezésben ez mire lesz elég, azt majd meglátjuk. Tavaly ugye második voltam összetettben, tavaly előtt nyertem, most azért ugye országos bajnokság, most vannak azért jobbak, meg hát nyilván a fiataloké a jövő, de hát megpróbálok azért ott lenni még így idősként is egy kicsit úgy beleszólni, ahogy tudok a versenybe. Kálovics Anikó végül rendkívül jól szerepelt, saját kategóriáját fölényesen megnyerte, a női abszolút versenyben pedig legjobb hazaiként harmadik lett. De összességében mindenki nyert, aki teljesítette a távot, ugyanis eztán már vasivas embernek nevezheti magát. Kedves nézőink, a következő beszélgetés akkor pedig két sportágat ölel majd fel, mégpedig az úszást és a bowlingot, ugyanis itt köszöntetem a stúdióban Ádazsi Józsefet Kőszegről. Szervusz, jó estét kívánok! Jó estét kívánok én is a nézőknek! Azon gondolkodom, hogy mivel kezdjünk, ahogy szoktunk, egyrészt a gratuláció, és másrészt ilyenkor mindig meg szoktam volt kérdezni, hogy hogy szolgál a kedves egészséged, ami szerintem a legfontosabb. Igen, jó, olyan Ádazsi egészség módjára, jó, hála Istennek. Gyorsan meg is indokom kedves nézőinknek, hogy ugye azért illik ilyenkor megkérdezni ezt is, mivel hogy József a szervát ültetettek és művesek ezeltek sportágai, sportversenyeit látogatja, legutoljára Európa-bajnokságon voltál. Igen. Hát ott van három érem előtted, úgyhogy olyan rosszul sem az egészséget, sem a kedved nem szolgálhat. Hála jó Istennek, igen. És akkor a részletekbe egy picit, hogyha beleavatnál bennünket közben, megköszönöm. Hát ugye szintén ugyanúgy volt, hogy minden évben meg kell a díjakével, és a válogatott szinteket ugye meg kell úszni azért, hogy az ember be tudjon kerülni a keretbe. Alapos felkészülés előzte meg, úgyhogy hála Istennek meg tudtam úszni még mindig azokat a szintidőket, ami elvárás ebben az ilyen világversenyeken. És akkor volt a kiutazásunk előtt egy hetes edzőtábor, az a nagyon alapos volt, és az, én azt mondom, az elég komoly muníció volt, hogy ott kint Európa-játékon is komoly eredményeket tudjunk elérni. Ilyenkor ugye arról is szoktunk volt beszélni, hogy akkor, hogy kiutaztál, ebből egyértelműen következik, hogy sikerült megteremteni
az anyagi feltételeket is. Igen, igen. Hát egyrészt, ugye egyrészt az önerőmből, mondjuk 50%-ot, a több 50%-ot a közszegő önkormányzat támogatásából tudtam összehozni, mert ezek fontosak, ugyebár az anyagi része is a dolognak. És ezáltal meg volt, szabadult volt, hogy ki tudtam utazni a játékokra. Ez pedig az a verseny Cagliariban volt, ez a régi olasz totógyilkos csapatról, tudjuk, ugye? Igen, igen, ismerős azokból az időkből. És itt akkor lényegében ugye két sportágból indultál. Igen, hát ugye az úszás az a fő sportágam, az is marad. Csak az az igazság, hogy a szabályok keretén belül van ilyen lehetőség, hogy egy másik sportágban megmérethetheti magát az ember. Én kipróbáltam mondjuk a dárszot is, a petángot is, több sportágat is, de valahogy ez a bowling egy kicsit közelebb állt, és magyarán mondva ezt éreztem úgy igazán, és körülbelül volt egy olyan 3-4 éves időszak, amikor elkezdtem az egészet, úgyhogy közben-közben egyre jobban ment, és ugye azóta a lehetőség, ugye mit fő sportágamba kijutottam, és akkor kiutazáson belül még egy másik sportágat nevezhetem, ez volt a bowling, és ott ugye nem ütköztek az időpontok, mert kedden meg volt az úszás versenyünk, és akkor pénteken meg volt a páros bowling, úgyhogy az időpontok nagyon jól kijöttek, és ott... Páros bowling volt ugye a bronzérem. Igen, a igen, igen. Helyezés. Azért akkor az úszásba egy picit menjünk bele, ugye négy számban indultál, egy arany, egy ezüstérem, egy negyedik és egy ötödik helyezés. Igen. Mennyire vagy elégedett egyrészt a terméssel, éremterméssel, másrészt az időeredményekkel, elvégre úszásról beszélünk, igen, itt igen. Az idők önmagukért beszélnek. Hogyne, nagyon meg vagyok elégedve, az az igazság, hogy az eddig időmben belül úsztam, sőt a legjobb időket így is most saját időn belül. Magyarul egyéni csúcsokkal. Igen, 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 igen. Úgy a mell az nagyon jól ment, a 100 mell, meg az 50 mell is beütt volna az arancsot, egy kis taktikai probléma volt. Nem figyeltem a mellettem lévő spanyolra, aki fiatal korosztályba került föl. Na mindegy. Hát ez egy kis rutintalanság volt. És akkor az ezüst volt az 50 mell, azon is nagyon jól úsztam. Csúcsidőt. Hát a kicsit az 50 gyorsból maradtam el egy-két tizedet. De úgy meg vagyok elégedve. Ez szerint akkor régen is beszéltünk róla, akkor még mindig a sprint távok, ugye? Tehát 50 és a 100, ami neked. Gondolom ez azért is van, mert lényegében az edzés programod, az edzés lehetőségeid is inkább erre tesznek lehetőséget. Igen. De most az igazság lett, hogy fogok váltani távot. Lehet, hogy a gyors, mert ugye a hátúszásban is volt, az volt a negyedik, amit megneveztem. A hát az valahogy, nem tudom miért, de valahogy nem akar kijönni, és akkor hátat inkább akkor még egy 50-es számot, most nem tudom, vagy a 200-at, vagy a 400-at fogom bevállalni. Erről már úgy beszélgettünk az edzővel. Pillangó? És akkor lehet belőle vegyes is. Igen. Az igazság, hogy a pillét is gyakorlom, csak az meg sokat kell, mert tényleg versenyszerűen azért sok munka kell ahhoz. Emlékeim szerint úgy szokott volt lenni, hogy ilyen nagyon szépen fogalmazzak, hogy egyik évben Európa-bajnokság, a másik igen. évben világbajnokság. Igen, így van. Akkor így jövőre VB lesz. Világbajnokság lesz, Newcastle-ba lesz. Anglia, ugye? Anglia, igen, és ez azt hiszem az augusztus eleje vége felé lesz, valahogy így lesz megrendezésre. De azt már tudjuk, hogy a következő ebben, nem sietek, a következő ebben Dublinben lesz, az meg Írország, és már a naptár szerint meg USA-ban lesz a legközelebbi világjátékok. Nem sietünk, persze. Igen, egy picit beszéljünk akkor arról, hogy ilyenkor, amikor egy versenyt az ember befejez egy ilyen kontinens viadalt, akkor elkezd készülni a következő nagy erőpróbára. Most egy picit pihensz, szusszansz, vagy pedig azért már elkezdték gondolkodni az, hogy hogyan is rakjad össze akár a felkészülést, aha. akár az anyagi erőket. Hát már az anyagi dolgot már most elkezdem, mindig rakosgatok, és akkor... Hát az igazság, egy-két hét pihenünk van, de már medencében megjelentem, mert az igazság egy kicsit majd rá kell hangolódni a felkészülési időszakra, azért, hogy azért csak a víz közelben maradjon az ember, mert amikor már kírják az edzéstervet, akkor a hold fáradtan mászom bele az ember a vízbe, hogy jöjjön ki a medencéből. Szóval egy kicsit már kosolgatunk, hogyha visszatértem a medencébe, nem olyan intenzíven, de készülök a következő felkészülésre, ami ugye az OB-nk lesz, ez már
november közepe fel lesz a következő válogató versenyünk és az országos bajnokság egyben. Én azt hiszem, hogy az országos bajnokság igen-igen kemény lehet, már csak azért is, mivel hogy ugye itt a magyar válogatott valami bődületesen jól szerepelt. Tehát ebben a magyar válogatottba bekerülni, csak az aranyag száma 43, 35 ezüst, 38 bronz, még kimondani is sok, és a nemzetek összesített pontversenyében a másik helyen végzett a magyar válogatott, tehát ide bekerülni nagyon kemény lehet. Hát nagyon, így igaz, így van, és komoly kihívások, mert jönnek közben az újak is, és már tényleg az, hogy meg kell csinálni azokat az időket, és nincs mese. És tényleg ebbe a szűk keretbe bekerülni, ez nem kis dolog, ez tényleg így igaz. Egyébként azért is szeretek veled beszélni, mert mindig sugárzik belőled az optimizmus. Hát azért árulj egy-két olyan dolgot, mert biztos, hogy sokan nézik olyanok is, akiknek egészségügyi problémáik voltak, vannak, lesznek. Ugyanáll a máj átültetés volt, az ami a probléma volt. Milyen étkezéssel, milyen életmóddal lehet ilyen formában lenni, mint ahogy te vagy, és ezt nem csak fizikálisan értem, hanem ami legalább ilyen lényeges, a mentális. Mentális? Hát igyekszek nyugodt maradni, ez az egyik fontos. Tényleg szabadidőn belég sokat csatangolok fönn a hegyekbe, ami nekem ez egy felfrissülés, ugye a kis lelkemnek fizikálisan, mentálisan mindenképpen. Nagyon komolyan odafigyelek a táplálkozásra is. Az is fontos, mert ugye azt a sok energiát, ami az edzéseknél ugye le kell adni, azt valahogy minőségi tápértékben azokat megpótolni kell. Na most az, hogy maga az életkedve, az az igazság, hogy hát, ahogy mondtam, próbálok nyugodt maradni, de ez nem egyszerű dolog. Hát közben szoktam meditálni esténként is, úgyhogy nekem megvannak ezek a kis módszereim, ezek a kis belső dolgok, ami által próbálok olyan közegekben maradni, ahol hát durván fogalmazom, kiszűrni a negatív dolgokat, és igyekszem tényleg olyan emberekkel, meg olyan társaságban lenni, ahol tényleg szintén valami optimizmus vagy pozitív kisugárzások vannak. De hát áll a jó Istennek, azért még így megtalálom mindig azt a közeget. Hát magában az, hogy az uszodában, vagy ha megyek bowlingra, teljesen kizökken az ember az a napi hétköznapi problémákból. Hát új környezet, főleg ugye most, hogy a bowlingot csinálom, ott szinte hetente járok föl edzésre, és akkor abszolút nincs sem problémám, hogy most nekem ezt kéne, azt kéne tenni, hanem csak tényleg jó a társaság, egy jót játszunk, aztán jövünk vissza. Valahogy így tennek a napjaim, és tényleg az van, hogy igyekszem meg is őrizni ezt a kis hozzáállást. Hát én remélem, hogy most, amikor mész hazafelé a buszon, autóbusszal jöttél, ugye, igen, ha jól tudom, akkor elmondhatod azt, hogy egy jó társaságban voltál, és jól érezted magad. Én hát egyértelmű. Én nagyon szépen köszönöm, hogy befeladtál, és akkor én remélem, hogy hamarosan majd ismét találkozunk, a hasonló jó eredményekről tudunk majd beszélni, és köszönöm szépen, hogy befáradtál. További jó egészséget kívánok neked. Köszönöm szépen. Egy picit még, hogyha maradsz, akkor felkonferálnám a következő műsorszámot, lényegében az utolsót, amelyet a mai napra önöknek tartogattunk, kedves nézőink, ez pedig különböző kerékpáros sikerek lesznek, mégpedig a Szombathelyi Egyetemi Esével kapcsolatban. Egyre komolyabb sikereket érnek el a Szombathelyi Egyetemi Ese kerékpár versenyzői. A MEFOB országúti döntőjében például 3 érmet is begyűjtöttek, az egy budapesti sportolóval megerősített vasiak. Emellett pedig a BMX-es Vince Gergely kijutott a bakui világbajnokságra, ahol a nagyon előkelő 23. helyezést érte el. A Szombathelyi Egyetemi Sportegyesület alapvetően a szombathelyi sportszakember képzést célozza, tehát igyekszünk az alapképzésekhez tartozó sportágok mellett színesíteni is a kínálatot, és ilyen például a kerékpár. A kerékpárban az utóbbi időkben följövőbe vagyunk, egyre több hallgató jön hozzánk, akik szenvedélyes és jó kerékpárosok, és ennek eredményeképpen most az egyetemi főiskolai országos bajnokságon egy csapatbajnoki első helyezést sikerült szereznünk, és én ennek momentán személy szerint is nagyon örülök, én is kerékpár kedvelő vagyok, és tudom, hogy ennek milyen nagyszerű érzés ez, és ilyen komoly mezőnyben kivívni egy ilyen jó helyezést, és még pluszban jó az, hogy egy budapesti eltés hallgatóval együtt közösen nyerték meg a csapatversenyt. Nekünk, a mi hallgatóink egy 6. és egy 3. helyezést szereztek.
A másik oldal pedig, amit a BMX, az mondjuk az alapképzésünktől elég messze esik, de mivel ez mozgásanyagában és tartalmában egy nagyon bonyolult és összetett dolog, például nagyon alkalmas kisgyerekeknek a koordinációjára, tehát itt a mi versenyzőnk, a Vince Gergő törekszik is erre, hogy az ő általa tanultakat, profi módon elsajátítottakat kisgyerekek számára is továbbadja. Volt korábban kísérletünk arra, hogy iskolákban ezt meghonosítsuk, ugyanis hogyha ezt tömegesíteni lehet, nem is biztos, hogy a versenysport szintjén, hanem a mozgásgazdagítás szintjén egy nagyon-nagyon hasznos dolog. Igaz, hogy nagyon munkaigényes és veszélyes dolog, de aki ezek közül jó, az igazán nagyon jó. Tehát lehet látni azt, hogyha a Gergőnek mondjuk egy-egy pályán teljesített szakaszát meg lehet látni, milyen akrobatikus és, hogy is mondjam, nagy bátorságról tanúskodó mozgás ez, úgyhogy aki ezt megtanulja, az az élet királya. A fővárosi Grunda Dávid, valamint a szombathelyi Tomka János és Sándor Tamás alkotta az ELTE aranyérmes bringás csapatát a Magyar Egyetemi Főiskolai Országos Bajnokság Gyömrőn megrendezett országúti döntőjében. A remek eredmény annak köszönhető, hogy mindhárom egyetemista egyéniben az első hatban végzett. Nagyon jól sikerült ez az egész verseny nekünk. A céljaink azok az voltak, hogy egyéniben minél jobb szereplést tudjunk produkálni. Ugye második, harmadik és hatodik helyezést értünk el, és teljesen meglepetésként ért minket, hogy első helyezettek lettünk csapatban. Vince Gergely hosszú évek kitartó munkájának köszönhetően kijutott a BMX-esek Bakuban rendezett világbajnokságára. A vasi versenyző remekül kezdett, de a legjobb 32 között már nem kísérte szerencse a szereplését, ám így is a nagyon előkelő 23. helyen végzett. A három selejtezőm az nagyon jól sikerült, meglepően jól. A harmadikat majdnem megnyertem, célfotó volt egy amerikai sráccal. Ez meglepő volt. Még a koreaiak mellettünk a sátorban, még ők is nagyon örültek az eredményemnek. Így tovább jutottam a legjobb 32-be. Ugye ott már teljesen 8 fővel indulunk, tehát 4x8 versenyző áll rajthoz, és ott 23. lettem sajnos egy bukás miatt. Ha nem esek el, akkor talán tovább jutok, de ugye a sportban nincsen ha. Ez hányadik világbajnokságod volt, és lényegében most majd mire készülsz? Ez volt az első világbajnokság életemben. Mire készülsz? Mi a következő tervésed? Milyen edzésmunkát végzel? A jövő évi világbajnokság, ez Belgiumban lesz, úgyhogy egy elérhető helyszínen. Úgyhogy már most elkezdtük a felkészülést arra a versenyre. A szombathelyi kerékpárversenyzők a nyári szünetben sem pihennek babérjaikon. Gőzerővel készülnek a következő megmérettetésekre, melyek között hazai, valamint nemzetközi viadalok is szerepelnek. Kedves nézőink, a mai arénába beszámolhattunk önöknek sikerekről, bal sikerekről, erről is, arról is. Én azt hiszem, hogy a legfontosabb gondolat, ami meg kellene, hogy maradjon, az optimizmus, amelyet ugye Nádasdy József esetében tapasztalhattunk. Nincsen olyan élethelyzet, amelyből az optimizmus ki ne tudná az embert húzni. Én azt hiszem, hogy ez búcsúzó is jó gondolat lenne a mai napra. Én kollégáim nevében is köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket. Itt a Szombathelyi Televízióban hamarosan a híradó következik, majd tartsanak továbbra is velünk, viszontlátásra.